Banzsa Alexandra vagyok a Szegena Kft-től, és ezen videóban a Vasak 5115-ös univerzális traktort fogom bemutatni. Tudni érdemleges róla, hogy ezen újabb változata 119 lóerős motorral rendelkezik, ami 4 hengeres, 3,6 literes Deutz motorral van felszerelve, ami természetesen az Euro 5-ös környezetvédelmi előírásoknak is megfelel. Továbbá az FA 3800 homlokrakodó 4 méter magasra, illetve 1900 kg tömeget képes fölemelni, illetve harmadik körre például ezt a bálafogót is tudja üzemelni. Továbbá előnye, hogy lengéscsillapítás is be van szerelve. Emellett eurofelfogatással is el van látva, így különféle eszközöket is föl lehet rá szerelni, például több méretben kapható 4:1 kanalat, vagy csak sima kanalat. És akkor most megnézzük, hogy milyen magasra is képes fölmenni ez a kar. Továbbá akkor már a Vasak traktornak a motor részébe is betekintést nyerünk majd. És itt látható is, hogy milyen magasra képes felmenni ez a homlokrakodó, és akkor most nézzünk is bele, hogy milyen ennek a traktornak a fülkéje. Itt jól látható, hogy kényelmesen el lehet férni a fülkében, továbbá egy plusz eleme, hogy két ülés van benne, így két ember is bent tud tartózkodni a fülkében. Emellett digitális klímával van felszerelve, illetve, mint látható, beépített rádióval. Továbbá a fülke lengéscsillapítóval is fel van szerelve, ami egy plusz előny. Amit tudni illik még az 5115-ös Vasak traktorról, hogy 24 plusz 24 sebességváltós kárváró váltóval van felszerelve. Itt található az irányváltó. Emellett itt kicsivel beljebb, itt van a csoportváltó, lehet tudjuk dönteni, hogy milyen sebességben akarunk például dolgozni, hogy lassabban, kicsit gyorsabban, vagy minél gyorsabban, leggyorsabban túl legyünk a dolgokon. Ez pedig a sebességváltó, itt mindegyik csoporton belül tudjuk, meg tudjuk határozni, hogy milyen sebességgel menjünk. Emellett itt a hüvelyk ujjamnál, itt található a kettő power shift fokozat. Három külön mozgatható szerepvár van, illetve egy elektronikus. Citromsárgával itt föl van tüntetve a TLT váltó. Ezzel tudjuk bekapcsolni, illetve ezzel tudjuk a sebességet váltani, hogy 540 vagy 540 el legyen inkább. Elektromos függesztőkarvezérlés látható, amely maximálisan 4500 kg-ot tud felemelni. Egy gázkarral is tudjuk irányítani a gépet. Ezzel tudjuk az első kerék meghajtást kapcsolni. Ez a diffizát jelenti. Ez pedig a ledes fényhíd. Az utolsó pedig a légfék kompresszort tudjuk lekapcsolni egyetlen egy gombnyomással.
A Vasak Traktor 51-15-ösnek az előnyei közé tartozik továbbá, hogy itt lent ennek a kis kar lenyomásával a kormányrendszert magunk felé tudjuk mozgatni. Ezt leállítom, mivel is sokkal kényelmesebb. Emellett, hogy továbbfokozzuk a kényelmét a traktornak, magát, a kormányt is közelebb tudjuk magunkhoz húzni. Ami meg is történt, és így sokkal komfortosabb az egész fülke is. És ha már kényelembe helyeztük magunkat, akkor most meghallgatjuk, hogy milyen szépen is szól ez a traktor. És akkor most nézzük is meg hátulról ezt a traktort. Itt látható, hogy a sárvédőről is vezérelhető a felfüggesztés. Itt is külön jelzéssel van, illetve hogy mondjuk a TLT-t ezzel tudjuk irányítani. Továbbá itt hátul, különösen itt bent, hogyha itt látszódik, ez felel a fülkének a rugózásáért, illetve lengés csillapításáért. Itt látható a hidraulikus harmadik pont, négy kihelyezett szelepkar, továbbá itt jobbra fölül a kettő légfék. Jól látható, hogy el van különítve. Itt látható, hogy 28 tonnát képes a traktor légfékkel vontatni. Itt pedig az automata vonófej és az alsó húzó látható. És akkor próbáljuk is ki, hogy hogyan is megy ez a traktor. Amennyiben tetszett ez a videónk is, akkor iratkozzatok fel az oldalunkra, illetve megtaláltok minket a szegene.hu oldalán is. Köszönjük szépen!